A Fidesz a rendszerváltás idején azt hirdette, hallgass a szívedre, ebből mára csak a hallgas parancsa maradt. Én nem akarok hallgatni, de mit is mondhatnék édesanyám nevébe, aki már több mint 20 éve mondja, hogy kitartás, és mégis napról napra nélkülözik. Mit mondhatna nektek azok a munkatársaim, akikkel több mint fél évet dolgoztam le egy kőbányai közmunkaprogramba, és egymástól kérdeztük értetlenül, hogy élünk meg havi 45 ezer forintból? Mit mondhatnék azok nevébe, akikkel tegnap este 10 órakor kezdtük az éjszakai műszakot, és ma reggel 6-kor fejeztük be? Egy alkatrészgyártó cégnél, ahol dolgozom. Mit üzennének a kormánynak azok a gyerekek, akikkel együtt nőttem fel egy vidéki gyermekotthonban? Mit mondanék az ő nevükben, akire nem vár más, mint életfogytig tartó otthontalanság? Itt legbelül tudom, hogy nem ez a magyar igazság. Én azok nevében szólok, akik nem szeretnék, hogy helyettük róluk döntsenek. Akik nem szeretnének egész életükben szegénységben élni, nem akarnak gettóban élni, mert a hivatalos kormánypolitika lemondott róluk. Azok nevében beszélek, akiket ez a kormány már hosszú ideje üldöz, és bűnözőként kezel csupán azért, mert a szabad ég alatt magyar földre kell lehajtaniuk a fejüket. Azok nevében beszélek, akiknek a város börtönné válhat, ahol minden mozdulatunkat figyelik, és szabályozni akarják, hogy hol ehess, ihass, ölelhess, alhass. Azok nevében beszélek, akik jobb esetben is bérrabszolgákként élnek, és cseppet sem boldogabbak attól, hogy az ostor nemzeti színűre van festve. Annak a több tízezer embernek a nevében beszélek, akik azért várták a tavaszt, hogy ne kelljen fázniuk az utcán, vagy a saját lakásukban. És mindeközben azoknak a cigány magyaroknak a nevében is beszélek, akik eddig nem tudták kimondani, ezért kimondom helyettük is, szeretem a hazámat! Azoknak a nevében beszélek, akik nem vétkesek, sőt, áldozatok. Mégis bűnösnek tekinti őket a hatalom, mintha partra vetett halnak mondanák, hogy ússzál. A Fidesz és a KDNP egymás közt hirdetnek alkotmányíró versenyt. És
És a negyedik tákolmánymódosításra készülnek, amely tökéletesen alkalmas, emberellenes, törvényellenességek törvényesítésére. És helyi kegyencek és kiskirályok hatalmi tébolyának ad szabad utat. Ha a tervezett módosítás hatályba lép, akkor ugyanis újra büntethetővé válik az utcai hajléktalanság, akár helyi, önkormányzati rendeletben is. És ez ellen nem lehet majd sehová fordulni a magyar jogszabályrendszer keretein belül. Már eddig is több tízezer honfitársunk ellen indult eljárás közterületen életvitelszerű lakhatás miatt. Több mint 40 millió forint értékben szabtak ki bírságot hajléktalan emberek ellen, kizárólag azért, mert nincs hol lakniuk, így közterületen kénytelenek élni az életüket. Az Alkotmánybíróság pedig világosan kimondta, a hajléktalan emberek hatósági üldözése alkotmány ellenes. Mi pedig százszor, ezerszer is kimondjuk, szegénynek lenni nem bűn. A hajléktalanságot nem rendészeti, hanem szociális eszközökkel kell kezelni. Tisztességes bérekkel és nyugdíjakkal, kiterjedt szociális bérlakáshálózattal és lakásfenntartási támogatással. Ennek a hatalomnak egyetlen egy érdeme van csupán. Összefogásra, szolidaritásra készteti a kisemmizettek, kitaszítottak milliós tömegét. Diákok, tanárok, művészek, bérmunkások, eladósodott középosztálybeliek emelik fel sorra fejüket, mint a hóvirág, és látják be, nincs hová hátrálni. Nem lehet tovább hallgatni, nem lehet tovább passzívan figyelni, ahogy körénk, ránk egy rendőr állam települ. Mondjuk ki hangosan, nem ők a haza, menjenek haza! Mi, akik itt most összegyűltünk, és azok, akik szívükben most velünk vannak, nehéz, már-már reménytelen feladatra vállalkozunk. Arra, hogy a szó, a cselekvő szolidaritás, az emberi méltóságba vetett hit erejével megfékezzünk egy hideg, számító és kíméletlen hatalmat. Arra vállalkozunk, hogy békés úton, de a polgári engedetlenség és az erőszakmentes ellenállás eszközeivel is élve megállítsuk a hatalmi gépezet további nyomulását. Arra vállalkozunk, hogy a szív igazságai szerint éljük életünket szabadságban, szeretetben, békességben, igazságban. Közeleg március 15-e a nemzet egyik legszebb ünnepe. És én most itt kérdezem tőletek, rabok legyünk, vagy magyarok? Köszönöm a figyelmet.
lakhatást, demokráciát, jogállamot. Köszönöm szépen! Következik Decki Sarolta, az oktatói hálózat aktivistája.